Kiskörös már lassan a fotóművészeknek a fellegvárává válik, hiszen rengeteg tehetséges fotós él itt Kiskörösön és a környéken is. Ez a kiállítás most speciális a Fotóművészek Világszövetség, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének a kiállítása ez. Én nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy Magyar Fotóművészek Világszövetsége. Mit lehet erről a szervezetről tudni? 2002-ben hozták létre ezt a szervezetet azért, hogy a Magyarországon és a határon túlélő magyarok egy szövetségbe tudjanak csoportosulni. Akkor 30 tag alapította meg ezt a szövetséget, és ma több mint 200 tagja van. Ez a Kárpát-medencét jelenti, vagy esetleg az egész világot? Az egész világot. Tehát nyilván a elcsatolt magyar részek és Magyarországra van a legtöbb, de van Svédország, Amerika és a világ bármely részéről jelentkezik. Egy a fontos, hogy magyar ajkú alkotó legyen, fotós legyen. És annak idején milyen céllal hozták létre? Van Magyarországon egy másik fotószövetség, ami az egyesületeket fogja össze, a MAFOSZ, és tulajdonképpen a fotósoknak nem volt szövetsége, és a határon túlélő fotósoknak akartak egy gyakorlatilag egy klubot létrehozni, csak ez közben kinőtte magát. Most érjünk vissza egy kicsit ide a térségbe. Kiskörösről és a környékről van tagja a Világszövetségnek, tudom, hogy ön az. Igen, tehát én jó magam az egyik regionális alelnök vagyok, de Vicai Lajos Kalocsáról, Regényi Gábor Kalocsáról, illetve Ligeti László Bajáról is tagja ennek a szövetségnek. És ez a szövetség az, amelyik minden évben pályázatot ír ki a szövetség tagjainak, vagy bárkinek? Nem csak a szövetség tagja, itt is az a fontos, hogy magyar alkotó legyen. Nem föltétlen fontos a tagnak lenni, de mások a pályázati föltételek. Aki a Világszövetségnek a tagja és tagdíjat fizet, annak a részvétel az kedvezőbb. Hallhatnánk erről a pályázatról, amit most már nem is tudom, hanyadik alkalommal, de már jó sok alkalommal kiírtak minden évben. 19. pályázat. Gyakorlatilag több témában hirdet a Világszövetség pályázatot. Szokott lenni minden évben színes és fekete-fehér kategória. Ezen kívül van egy kategória, ami évek óta megtartunk, amit a vendéglátóipari múzeum támogatásával mindig egy kategória pluszba bejön. Ez a mostani pályázatban ennek ez az a címe, hogy játszunk. Illetve hát mi a mindenkori helyzethez, történelmi viszonyokhoz igazodóan is szoktak lenni kategóriák. Az idén második Rákóczi, tehát a 2019-es éve második Rákóczi Ferenc volt az egyik kategória, és magyarországi népcsoportok volt még a másik átfogó kategória. Nem számoltam össze, hogy hány fotó van itt a falon, de gondolom, hogy azért ennél sokkal több érkezett be a most már úgy mondjuk, hogy tavalyi pályázatra, hiszen ezt 2019-ben írták ki. Igen. Tehát egy ilyen pályázati rendszerben egy több ezer kép érkezik be. Ebből a zsűri, neves szakmai zsűri választ ki olyan képeket, amik bekerülnek a katalógusba, és egyébként az az érdekessége, hogy a regionális területeken nem ugyanazok a fotók vannak kiállítva, mert ezek a regionális kiállítások, ezek nagyjából úgy épülnek föl, hogy a kategória győztes fotókon kívül elsősorban azokat állítjuk ki, ami a régióhoz kötődik, és a környékünkben lévő fotósoknak a fotóival töltjük fel. Számokat tudnánk mondani, hogy a több ezer fotóból hány került bele a katalógusba, illetve ide Kiskörösre a Művelődési Központ falaira hány fotó került fel? Tehát azt meg tudom mondani, hogy itt 44 kép van, hogy a zsűri mennyit választott ki, arra pontosan nem tudok, de nem sokkal több, tehát ilyen 70-80 képet választ ki a zsűri. Akkor beszélgessünk erről a katalógusról, ami ott van az ön kezében. Gyönyörű, ezt minden évben kiadja? Így van, tehát minden évben ehhez a kiállításhoz mindig készül egy katalógus is.
illetve amire nem beszéltünk arra, hogy regionális alelnökségekre bontódik, úgyhogy a mi kiállításunkkal egy időben 4 helyen tekinthető meg közel ugyanez a kiállítás. Felvidéken, Erdélybe, Budapest környékén, Pannonrégióba, és a mindenkori alelnöktől lehet ezeket a kiállításokat megigényelni térítés nélkül a jelenlegi állapotában, mindössze a helyet kell biztosítani és a megnyitó ünnepséget. Akkor hogy esett Kiskörösre a választás? Kinek a döntése volt ez? Én magam is polgármester vagyok, és Domonyi kollégával időnként a munka kapcsolatban is állunk, és én ezt a katalógust elvittem, megmutattam, és fölkeltette az érdeklődését, és utána nyilván ment a maga útján, megszerveztük. A kiállítást is majd Domonyi László polgármester úr fogja megnyitni, gondolom ön kérte fel erre. Nem én kértem föl, tehát magát a kiállítás szervezését itt a helyi művelődési ház szervezte, de örülök neki, hogy polgármester úr szerepet vállalt ebben. Azért álltunk pont ide, mert azt mondta, hogy a háttérben lévő fotók az ön fotói, amik ide kikerültek a falra. Meséljen nekünk, legyen szíves ezekről a fotókról. Ez a játék játszunk kategóriába tartozik, vagy milyen kategóriába nevezett ezekkel a fotókkal? Egy fotón van most itt, a pacsirta. Ez természetfotó, mert most 2019-től van egy természetvédelemmel foglalkozó, természettel foglalkozó munkacsoportunk, és az ő kérésükre van egy ilyen kategóriánk is a 2019-esben, és ez abban van, de egyébként magában a katalógusban vannak fotójaim, csak az most itt nincs kiállítva. Ön hobbiként foglalkozik a fotózással? És mit jelent az életében a fotózás? Amatőr fotósok vagyunk, tehát azt jelenti, hogy nem ebből élünk. Úgyhogy talán ennek ellenére több mint hobbi időnként. Hivatás, nem is tudom, hogy fogalmazza az embert. Nagyon, nagyon jó, hasonló érdeklődési körű emberekkel egy táborba kiállítása, vagy akárhol megjelenni, megbeszélni a történteket, és örül az ember egyébként, hogyha ha emlékeznek valamelyik képére, ha idáig valaki eljut, akkor az már egy nagy megtiszteltetés. Ugye ez egy természetfotó, ami itt ki van téve a falra, ezen kívül milyen fotókat készít? A település rendezvényein is fotózik, vagy mi alapján választ témát? Korábban sűrűn fotóztam rendezvényeket, de most már inkább az emberábrázolás, szociófotó kategóriában érzem jól magam, és szeretek fotózni. Ennek az egy képnek, egy fotónak a születéséről tudna nekem valamit mesélni? A természetfotósok mondják, hogy rengeteget kell várni, amíg egy jó fotó elkészül, jó természetfotó. Erre is sokat kellett várni? Hát ez speciál, nem föltétlen az a természetfotó, tehát ez egy épített madárlesen készült, ahol rengeteg kis madár fordult meg, köztük ez a pacsirta is. Azért is váltottam én egyébként, mert nekem az időm már nem engedi meg azt, hogy annyit töltsek a fotózással, mint amennyit egy természetfotós igényel. Talán a legtöbb munka azzal van, úgyhogy minden tiszteletem egyébként a természetfotósok iránt. Említette, hogy minden régióban más fotók kerülnek a vándor kiállítás során a falakra. Elevenítsük fel, hogy az ön által vezetett, vagy helyettesként vezetett régióhoz melyik részek tartoznak, és mi alapján kerültek ezek a fotók? Tehát az alapján, hogy ki készítette, tehát itt éljen ebben a régióban, vagy esetleg a téma is fontos volt? Tehát az, hogy itt éljen a régión belül, maga az alföldi régió az elég kiterjedt és nagy terület. Szoktam járni kis újszállást, a kiállítást megnyitni, tehát nem kell mondani, hogy 3 óra hosszát megyek oda, fél óra az ünnepség, és utána 3 óra hosszát jövök vissza egy régión, egy pici országon belül, és még ide tartozik Erdélynek egy része, a bácskai rész, tehát egy nagyon nagy terület. És hány ilyen régiója van a Világszövetségnek?
van a felvidék, Erdélynek van egy ilyen középső része, ami határon kívüli, van a Pannon régió, a Pesti régió, a Dunántúli régió és az Alföldi, tehát ha jól emlékszem, akkor 6. Én is 6-ot számoltam. Hogyan ajánlanám kiskőrösieknek ezt a kiállítást, hogy miért jöjjenek el, vagy miért érdemes megnézni, és még fontos az, hogy meddig nézhetik meg, tehát meddig lesznek ezek a fotók itt a falakon? Hát körülbelül egy hónapig látható a kiállítás. Az itt kiállított alkotók jelentős része magyar és nemzetközi fotóművész diplomával rendelkezik. Egy elég széles palettát fog be a fotózás témái közül. Én azt gondolom, hogy maga a kidolgozása is a képeknek az esztétikai megjelenése is nagyon szép. A Magyar Fotóművész Világszövetség 2 évenként ad ki egy albumot, egy kortárs fotóművészeti albumot, és ez a fotóművészeti album éppen előkészítés alatt van. Majd, ha lesz rá mód, akkor nyilván meg tudjuk ezt az albumot mutatni. Én azt gondolom, hogy amikor megjelenik, akkor az ország egyik legszebb fotóalbuma. Már tarthatja mindenki a kezébe, és a Világszövetség tagjai ezek, van olyan év, amikor ezt saját pénzükből teremtik meg a rávalót.